Jó reggelt mindenkinek. Most keltem föl. És ugye tudjátok ezt, hogy szeretem veletek elindítani a mindennapjaimat. Úgy látom, még senki sincs velem itt az élőm során. Igazából nem baj, mert úgy is tudtok majd csatlakozni. Reggeli rutin, jó reggelt! Ugye a 4 darab spirulinával indítom mindennapjaimat. Reggeli kávém szokott lenni, ugye a Black Cumin. Black Cumin? Black kávé. Nagyon reggel. A DX Center. A Black Cumint azért mondom, mert ugye őt is beszoktam venni, de ő a Black kávé. Nagyon reggel van. Jó. Egyébként még mostam az arcomat, azon gondolkodtam. Good morning, good morning. Azon gondolkodtam, hogy mindannyian iszunk ugye kávét. Az emberiség több mint 89%-a kávéfüggő, kávéfogyasztó. De csak nagyon-nagyon kevés százaléka keres is vele pénzt. Én hála a jó égnek ugye a második csoportba tartozok, aki pénzt is keresek a kávézásommal. Én ennek nagyon-nagyon örülök egyébként. Mert hogy én úgy gondolom, hogyha ugye minden nap elfogyasztod a kávédat, akkor esküszöm, keres fele pénzt is. Ilyen egyszerű. Igen. És ezt úgy tudod megtenni, hogy tovább ajánlod másoknak is. Ezt a nagy titkot, hogy te kávézol. Igaz, kicseréled a saját kávédat egy normál kávéra, egy egészséges, lugosító kávéra, ezzel is megtámogatod már kora reggel a szervezetedet, és tovább ajánlod, és pénzt is keresel vele. Hát én úgy gondolom, hogy azért ez nem mindegy. Mert én úgy érzem, hogy az emberek keresik a megoldásokat a mindennapjaikra. És hogyha ezt egy kávé tudja meghozni nektek, akkor ezt szerintem ki kell használnotok mindenféleképpen. A DX-nél többféle kávé közül tudjuk mindazt választani, aki a DX-en kávéit részesíti előnyben. Nálam megtalálható ugye a Zimokka, egy csokis kávé. Egyszerűen fantasztikus. Aki ugye nagyon-nagyon szereti a csokoládés kávét, good morning, annak ideális megoldást tud jelenteni egy csokoládés kávé. Megtalálható nálam ugye a DX Center a Maka EU kávé is, aki csak makát tartalmaz. A Maka Vita kávé, aki a hármas erő, én úgy hívom, ginzengert, makát és ganodermát tartalmaz az arabika kávé mellett. A krém kávé, ami ganodermát és növényi tejport tartalmaz. A white kávét, ami egy akkora kincs, egy olyan krémes kávé, ami nem tartalmaz egyébként koffeint, így gyermekek is erőszeretettel fogyaszthatják, és a legnagyobb kiszerelésű kávé, amit szerintem, és a legkrémesebb kávé, amit szerintem a világon kitaláltak, egy 28 grammos kiszerelésről beszélgetünk, az összes többi ugye 21 grammos kiszerelés, és még ugye amit reggelente fogyasztok, ő pedig a black kávé. Én ennyi kávé közül tudok választani, nem unatkozom úgymond az ízvilágokban, nem unom el magam, hogy na még egyszer egy normális kávét kelljen elfogyasztanom, és ami a legjobb az egészben, hogy akkor ezt most már le is teszem ide, ami a legjobb az egészben, hogy mindenki megtalálja a saját ízvilágának megfelelő kávéját, és egyszerűen én azt szoktam mondani, hogyha egyszer már a kávét kicserélésével tudsz
segíteni a szervezetednek, akkor tedd meg, mert ugye az emberek millióinak a szervezete el van savasodva, ezért nem tud nagyon-nagyon sok mindenki ugye fogyni egyébként, és ki kell rúgosítod ahhoz a szervezetedet, hogy a fogyás egy beinduljon, ne legyen refluxod, a vérnyomásodat állítsd be, a cukorszintet állítsd be, Good Morning DX-en, és igen, a mi kávéink a szervezeted meg az összes problémára megoldást tud jelenteni. Igen. Használd ki, kóstold meg, vezesd be a szervezetedbe, vezesd be a mindennapjaidba ezeket a kincseket, nem fogod megbánni, és áldani fogod majd a DX-en nevét, ezt garantálom. Nagyon-nagyon-nagyon szeretni fogod a kávé idődet, és már alig fogod várni, hogy fogyaszd ezeket a nagyszerű, ízletes és egészséges lúgosító kávékat. Azt garantálom. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a kávékat, és pénzt is keresek vele. Vedd ki a részedet a DX-en forgalmába, lesküszöm, könyörgöm. Nagyon-nagyon-nagyon fogod szeretni. Azzal, hogy tovább ajánlod másoknak is ezt a lehetőséget. Jó. Én ha a black kávémban, ugye, szeretek még belecsempészni egy kis cordycepset is. Nekem autonómi betegségem, pajzsmirigyelő termelésem volt, éppen ezért nekem még egy kis, jaj, egy kis cordycepset is belecsempészek. Jó. És mivel nem tartalmaz, és erős kávéról beszélgetünk, nem tartalmaz egyáltalán semmiféle ízesítést, ezért cukorbetegek is erőszeretettel fogyaszthatják. Én egy kis tejport is belecsempészek a sejmessége gyanánt, és egy kis édesítőszer. Én nem cukrot használok, hanem steviát. Kettőt ebből is tegyünk bele. Jó, és elkezdődött, úgymond, az én úgy szoktam egyébként az én kávémat hívni, hogy az egészséges kávémat elkészítettem, és nekem nagyon nagy megelégedésemre szolgál, hogy én egészséget viszek be, egészséget csempészek már be a kávém által is reggel a szervezetembe. Én ezért nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy megtaláltam, rátaláltam a DX-re egyébként. Mert egyébként is mindenki minden reggelét kávéval indítja el. Csak nem mindegy, hogy milyen kávé is az a kávé. Én úgy gondolom. És még pénzt is tudsz keresni vele. Hogyha szeretnél természetesen. Erős és krémes kávéről beszélgetünk. Meg tudok mindenkit ajándékozni egyébként egy 25%-os kedvezménnyel, amivel meg tud igényelni egy ingyenes regisztráció után a kávénat. 3 pak, 1 kúra. Ha 3 csomag kávét vásárolsz magadnak, és természetesen csak kizárólag a DX-es kávédat fogyasztod el, és nem iszol mellé semmiféle normális kávét, akkor a szervezetednek a szavát meg fogod hallani, be fogja állítani valóban az összes problémát, ami a szervezetedben megtalálható, ki fogja javítani mindazt, esküszöm. Én apai ágon sajnos örököltem a magas vérnyomást, és ugye zúgott a fülem. Akinek magas vérnyomás van, az tudja, hogy milyen dolgokkal jár együtt. És én nem szerettem ezt, ugye. Majd elkezdtem fogyasztani a DX-es kávét, és beállította a vérnyomásomat. Akinek egyébként magas a vérnyomása, annak normalizálja,
akinek pedig alacsony, szintre hozza. Good Morning DX-en vegyétek ki a megfelelő pénzeteket a DX-en forgalmából, cseréljétek ki a kávéitokat, a normál kávéitokat DX-es kávéra, nem fogjátok megbánni. Nyugodtan írjatok rám, és beszéljünk rólad, beszéljünk az álmaidról, beszéljünk arról, hogy mennyi pénz kell ahhoz neked, hogy elérd az álmaidat, hogy azt az élet színvonalat éld, amit megérdemelsz, amit szeretnél élni. A DX-en megoldást tud jelenteni mindenre. Nyugodtan írjál rám, és kezdjük el a normális, a valódi életedet, amit elterveztél. Legyen csodás napja mindenkinek, várom a jelentkezéseket, sziasztok!